egymás mellett maszkban várakoztak az Audi Hungária AMK 11-esei iskolájuk aulájában. Soltész Miklós államtitkár és igazgató helyettesük köszöntötte őket, hiszen ők hatan kapták meg 2021-ben a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat, amit személyesen adott át nekik Soltész Miklós államtitkár, Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő és Ferenczi Tamás a német nemzetiségi önkormányzat elnöke. Én a felelősség szót szeretném kihangsúlyozni, amikor a tanulmányi ösztöndíjról beszélünk. Annak idején, amikor megalapítottuk 2011-ben, akkor az volt a cél, hogy a magyarországi nemzetiségi iskolák, középiskoláknak a felső tagozatosai leginkább 11-es, vagy még a régi számítás szerint ugye a harmadikos osztályos tanulói két éven keresztül olyan ösztöndíjat kapjanak, amely egyrészt tükrözi az ő tanulmányi eredményeiket, hogy jól tanulnak, nem biztos, hogy kitűnőek, nem is ez a legfontosabb, hanem jól tanuljanak, de másik, ami legalább ilyen fontos ebben a célban és üzenetben, az az, hogy a közösséget is szolgálják, és azt a nemzetiséget, amelyben ők részt vállalnak, azt erősítsék. Tehát itt a felelősség részünkről az volt, hogy ezt a tanulmányi ösztöndíjat éveken keresztül fenntartva szolgáljuk ezt a célt. Soltész Miklós arról is beszélt, hogy hazánkban 2010 óta a német nemzetiségek támogatása a 8-szorosára, míg a nemzetiségi oktatási intézmények száma pedig több mint a 10-szeresére nőtt. A fő céljai között van a hagyományok és a magyar nyelv mellett a német nyelv őrzése is. A diákok az ösztöndíjat két éven át havonta kapják, melynek összege 30 ezer forint. Bízom benne, hogy diákjaink ezzel az ösztöndíjjal megalapozzák jövőjüket, és sikeres tanulmányok után egy boldog és eredményekben gazdag életutat tudhatnak majd magukénak. Intézményünk minden területen felkészíti őket arra, hogy a modern világ kihívásainak megfeleljenek, és könnyebben vegyék az akadályokat a munkavilágában is, és a továbbiakban nagyon sok sikert, de mindenek előtt boldog diákéveket kívánok nekik itt nálunk még a következőkben. Az igazgatóhelyettes kiemelte, hogy az ösztöndíj célja a német nemzetiséghez tartozó kiemelkedő képességű tanulók támogatása, a díjazottak pedig tanulmányi eredményeikkel és a nemzetiségi közösségi életben végzett tevékenységükkel megfeleltek az ösztöndíj eszmeiségének, hozzájárultak annak célkitűzéseihez. Az iskola a fennállása óta nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi kultúra, a hagyományok ápolására. A városon kívüli nemzetiségi munka hagyományőrző egyesületek várják például a fiatalokat, akiknek magas szintű képzése nagyon fontos az Audi AMK számára.